A karcagi rendőrkapitánság kereskedéssel elkövetett, új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet elkövetése miatt folytat nyomozást egy 33 éves kunhegyesi férfi ellen. A megalapozott gyanú szerint a jogsértő 2022. augusztus 10-e és november 23-a között a környező településeken élők részére rendszeresen értékesített új pszichoaktív anyagot. A rendőrök a több helyszínen végrehajtott kutatás során vagyon visszaszerzési tevékenység keretében több mint 1 millió forint készpénzt, gépjárművet, műszaki cikkeket foglaltak le. A nyomozók fegyvernek látszó tárgyat, forgótárat, gázpatront, gumilövedéket, továbbá kristályos anyagot és növényi törmelékeket is találtak a kutatás alkalmával, melyek szakértői vizsgálata folyamatban van. A nyomozó hatóság a terhelt őrizetbevételéről határozott és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására.